Na, megkezdjük a kronapot. Itt a nagy hihetlen pusztaságban. Amióta csinálom ezt a videóblogot, és úgymond a jelenlegi társaság összeverődött, úgymond a mondjuk olyan 2000 követőtől, amit azt mondom, hogy tényleg ez a, akik úgy odafigyelnek erre a dologra, tehát úgy mondom, hogy jelentős nézettsége van a videóinak, azóta igazából három munkán vagyok túl. Lehet, hogy négyen. Mondjuk vegyük úgy, hogy az idei évet, akkor három. Tehát voltunk egyszer Melvin Garden City-ben, ugye egy magánház építésen. Aztán voltunk utána egy toronyház építésen, Londonban. Aztán most pedig vagyunk egy rekultivációs szemét lerakó, szemétből gáz kinyerő területen, kinn a mezőn. Azért ez három gyökeresen különböző munka egymástól. Ugye végig lehetett kísérni. A sárba való kínlódást a magánház építkezésnél. Ugye azt ott végig lehetett kísérni. Hát nem volt egy könnyű meló az sem. Ugye aki látta ott a kínlódást a sárba, az tudja, hogy miről van szó. Aztán Londonban a toronyház építkezésen, ott ugye nem volt sár. Volt egy jó nagy gép, meg engedett teherautó, hát legalább körülbelül a számításaim szerint olyan 5000 teherautót rakhattam meg, amíg ott voltam, minimum 5000 teherautót, amíg ott voltam, meg olyan 100000 köbméter földet mozgathattam meg. Jó, ebből egy nagy része csak olyan volt, ami egyik helyről átadtam a másikra. De becsülésem szerint olyan 100000 köbméter földet mutattam ott meg. Az ott érdekes volt az a terület is, mert ott látszott egy építkezés, tehát az elkezdése egy toronyház alapozása. Ott is voltak érdekes látnivalók, a cölöpözőgép és egyéb látnivalók azért ott is voltak. Különböző gépekkel kellett ott dolgozni. És most már ez a meló van. Hát tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagyon változatos munka. Azt kell mondanom, hogy még a gépkezelésen belül is ez a fajta munka a legváltozatosabb. Mert ugye nem egy cégnél vagyok, hanem különböző cégekhez megyek. Különböző helyekre kell beilleszkedni, különböző gépekkel kell dolgozni. Csak egy példát mondok, Magyarországon 25 évig voltam egy cégnél. A 25 év alatt dolgoztam 5-féle géppel. Abból mondjuk mit tudom én... platform volt három, de ez úgynevezett Strotro, akkor három volt 25 év alatt. Tehát az meg sem, az a munkának a gépeknek a változatossága meg sem közelíti azt, ami itt van például. Meg sem közelíti.
az emberekkel dolgoztam. Az sem volt rossz, ismer az ember mindenkit. Itt már ugye mindig be kell illeszkedni egy új csapatba. Ez mindenképpen változatosabb, sokkal-sokkal változatosabb, mint egy olyan munka, ahol az ember egy cégnél van mondjuk. Nem baj ez. Nekem nagyon nehéz volt megszokni egyébként. Nekem ez volt a legnehezebb megszokni, hogy mindig más munka, más emberek. Én, aki 30 évet töltöttem összesen 2 cégnél, abból 5 évet az egyiknél, 25 évet a másiknál. Ezt nekem nagyon-nagyon nehéz volt megszokni, hogy állandóan menni kell más közösségekbe beilleszkedni. Millióféle munkát kipróbálni. Nagyon nehéz volt. Egy biztos, elképesztően nagyok a követelmények itt. Tehát itt, amit az embertől elvárnak, az ezen a szakmán belül is kiemelkedő. Tehát az, hogy ha kell, akkor egy napon belül 5 különböző géppel, különböző méretű géppel, mindenféle átszokás nélkül olyan munkákat csinálni, amit az ember még szinte soha nem csinált, mert minden munkatárban más munkák vannak. És ott lenni mindig profiként, nem hibázni, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát látjátok ti ezt, és akkor még az emberekkel ugye, hát
mondjuk úgy, hogy olyan emberekkel, akik, hogy is mondja az angol, hát nem a legélesebb kés a fiókban. Hát ilyen emberekkel aztán még dolgozni. Úgy ráadásul, hogy a nyelvtudás az mondjuk úgy, hogy elég szerény, és akkor így dolgozni emberekkel, nyilván a nyelvtudás, mert természetesen az én hibám, a nyelvtudás hiánya, és kitalálni mindig egy gesztusból, egy mondatba elejtett szóból, amit értek, hogy éppen mit akar mondani, mert hát sokszor csak egy szót értek egy mondatból, és abból kell kikövetkeztetnem, hogy mit akar. Szóval ez így összességében ez iszletos nagy kihívás. Iszletos nagy kihívás. És ha azt veszem, hogy hol kezdtem, tehát, hogy milyen nyelvtudással kezdtem, milyen tudatlanul kezdtem ezt a szakmát itt, tehát nem a gépkezelést, az építőiparban mennyire tudatlan voltam, képzetlen, és hogy ezt tudom csinálni a kintlétünktől kezdve, tehát ahogy a vizsgái megvoltak, egyből tudom csinálni folyamatosan, úgyhogy egy fizetésből, ebből a fizetésből eltartom a családomat már 7 éve. Hát azt mondom, hogy óriási utat jártam be. Óriási utat jártam be. Elképesztő nagy utat jártam be. És nagyon nehéz volt, csak nagyon szép is. Nagyon nehéz út volt. De hát szép is. Amit én itt már láttam és tapasztaltam egy idő alatt, azt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Azt nagyon-nagyon kevesen mondhatják el magukról. Londonban szinte minden részén dolgoztam, minden, hát ez egy 10 milliós város, és egy iszonyatos nagy város, de szinte minden részén dolgoztam Londonnak. Körülbelül 70 különböző munkahelyen, úgymond site-on, munkaterületen, legalább 70-en. Persze voltak, amikor egy cég több munkahelyre is elvitt, ezért úgy mondanám, talán egy olyan 50 cég lehet az, akinél dolgoztam, különböző cég, 50. Hatalmas nagy cégek köztük. Iszonyatos nagy konzorciumok. Megjártam én a hadok útját azért. Megjártam. De hát szép volt. Csodálatos ez a szakma. Uralni egy ilyen gépet, tudni irányítani. A finom munkától a durva munkáig mindent elvégezni vele.
óriási, óriási élmény, óriási dolog, és minden nap hálát adok az égnek, hogy ezt csinálhatom. Nyugodtan ide baszod, nem kell neked végig jönni ott. Óriási szerencsém nekem az egyébként, óriási szerencsém, hogy nem tudom milyen az, hogy utánozva a munkába menni. Hogy úgy felkelni, hogy a picsába már megint dolgozni kell menni. Ez óriási szerencse, hogy 37 éve azt csinálhatom, amit szeretek. Óriási szerencse, nagyon kevés embernek adatik meg, hogy ilyen szerencséje legyen. Nagyon kevés embernek adatik meg. Aki követi a videóimat, az pontosan tudja, hogy folyamatosan ez a szakma egy folyamatos önképzés. Egy folyamatos önképzés. Most nem csak a munka folyamatokat tanulja az ember, mindig új munkákat tanul az ember, az egy dolog. De magát a gépekről is, tehát mindig. Engem nagyon érdekel a gépek önmagában, azt is én tudni akarom azt, hogy mi történik körülöttem. Tehát nem csak beülök egy gépbe, aztán dolgozok vele, hanem pontosan tudom azt, hogy mi történik mellettem, mögöttem, alattam, körülöttem, mi történik. Hogy mi miért van, pontosan tudom. És hát ugye gépek is állandóan fejlődnek, hát ahonnét indultam, én tudom azt, hogy ugye, hát akkor kezdtem a szakmát 81-be, már akkor én egy elég jó géppel, a szocialista, mondjuk úgy, hogy a szocialista tábor egyik legjobb gépével dolgoztam, de utána már 86-ban, 7-ben már nyugati géppel dolgoztam, GCB-vel, ami akkor azért még nagy szó volt. Tudom azt, hogy honnét indultak a gépek, hogy mennyire szolgálták ki a gépkezelőt, és mennyire szolgálják ki most. Hát óriási fejlődés van mindenképpen. Óriási fejlődés van, elképesztő fejlődés van. Oh,
barátom, ajaj barátom, ajaj barátom. Ajaj, ajaj. Az a sár még a döbbened is sok. Jobboljátok a földről menten a gép alá. Mert mi lesz veled, barátom? Mi a terved? Mi a terv? Mi a terv? Hát gyere! Hát gyere! Thank you.